Sziasztok, Hádal Úri vagyok. Most Marcinak, akivel a GAZ69-es videóban már találkoztatok, az UAZ 469-ét fogjuk megnézni. Koncás, vagy hogy hívják? Erdészeti célra kialakított rakfelülettel rendelkező speciális közelítő munkaeszköz. Közelítő, tehát ez is egy közelítő kocsi. 3 órakor beszéltük meg, hogy találkozunk, most 18 óra 44 van, és nagyjából még 10 percre vagyunk az autótól. Azt mondta Marci, hogy tesó, a kurblival beindítom. Na, én azt majd nagyon meg fogok nézni. Technikai segítsége szükségem lesz, hogy például valaki, mint Háda Lórend, egy padlógázt adjon neki, hogy az a kurblizás az ténylegesen sikerüljön is, ne csak kifáradjon. Én már nagyon vártam ezt az epizódot, és bocsánat, hogy nem tudok mostanában rendes autós tartalmat szolgáltatni, de a két Lada az teljesen megeszi az életemet, 3 napja kiszálltam belőlük. Marci, a kamerát. Hova kamerázol? Nénit visszük magunkkal? Igen, igen, jó lenne. Barátunknak itt a Pajero-ja, ja, tehát ha az UAZ megáll, akkor majd ő jön ki értünk szerintem. Remélem, Peti, remélem nem lesz rá szükség, tehát nem szeretnék most ebbe az epizódba veled találkozni. Külön találkozhatunk, de most nem. Viszont Péter, hogyha hívunk, akkor légy szíves, kötelet hoz. Mindjárt meg lehet látni. Ha még megvan, mert nem láttam az elmúlt 2 hónapban. Igen, Marci, 2 hónapja nem volt fönn az UAZ-ért. Jó. Ah, gyönyörűség, ez szép. Itt a kis parancsnoki jármű. Csúcsim. Tehát először is akkor felöntjük, mert a benzin volt elő, meg az akkumulátor, úgyhogy ezeket beletesszük ide szakszerűen. Jó. Az aksi lefogatás az ilyen, meg a kábelezés is. Ezt lefogadtuk, ezt ide beszereltük. Ja, ez le is van fogadva. Ez le van fogadva. Ez a kábel, ez pont így adta ki. Ez egy kicsit másabb, de itt fel van véve a karburátor, hogy a kipufogó annyira ne égessen. Ah. És akkor ezt így kell rányomni. Így rányomjuk. Ezt is. Jó, nem szikrázik. Hát most a komputer pont nem veszi az áramot le róla. És amúgy ezen van még... Műszaki vizsga? Nem. De tudunk rá tenni. Nem, és várjál, van még amúgy áramtalanító. Persze, hogy van. Na, az áramtalanítónak a kábelja, az pontosan ide nincs bekötve. Ja, értem. És amúgy te nem használsz légszűrőt? De használok, hát látod, hogy ott van. Tele nem tesszük, mert azért annyira, hogyha elfekszik, nem olyan stabil ez az üzemanyagtank. Egy kis benzint belecsurgatunk gyorsan az AC pumpáig. Ezt ide behelyezzük, ide. Ennek itt van a speciális helye. Ezzel van kitámasztva, hogy tökéletesen álljon. Tehát ez az olajnak hol a helye? Az meg itt van. Persze. Ezt megcsináljuk, és akkor itt van az AC pumpa. Reménykedünk, hogy felveszi az üzemanyagot. Most nem vette fel az üzemanyagot az AC pumpa. Nem vette fel az üzemanyagot. Ebből egy kicsit így enkor. Kicsit, ha, picit folyatunk, itt picit rápumpálunk mindjárt. Ez olyan, mint a kórházban lennék infúzión. Húzzál már neki egy gázt, felfelé húzod, ne törd le, hogy fújja be üzemanyagot. De itt ezt meghúzod, ez egy gázkar, és belnézel, hogy belül pisi le. Tehát ha van pisi, van indítás, ha nincs pisi, nincs indítás. Ó, üzemanyag van benne. Nagyon van benne üzemanyag. Hát azért többször ne húzd meg, akkor hiába AC pumpázunk, mert van benne üzemanyag. Megnézzük a névópálcát. Ez azért szeretem az UAZ névópálcát. Hát ebben még van olaj, még látszik. Azért jó a nívópálca, mert hogyha gumi van rajta, ha kevés az olaj, akkor nem tudom lehet tolni. Kicsit állítható a nívó. De mondta, hogy nem is hiányzik belőle olyan sok. Ja, maradékot úgy is kifújná. Nem. Az egy fűtés csak. Az a fűtés. A következő oldal. Ott a legelső, ami feléd. Az. Az. Igen. És akkor nézd meg, légy sülésbe van-e a gépjármű? Melyik váltón? Hát... Te, Marci, te jó Isten, mi ez? Hát ez most üresben van. Hogy így? Nem, úgy egyesben vagy. Igen. Ez? Üresbe. Igen. Adjál rá légy gyújtást. Van egy billenőkapcsoló, egy fekete billenőkapcsoló. Jobb oldalt. Ez? Fekete, igen. Az. Ha. Ott egy másik billenőkapcsoló, egy kisebb, nem, egy kisebb fekete. Nem, azt látod, hogy én kötöttem be. Nézd már tovább magam. Ja, látom, látom, bocsánat, na. Igen, megvan. És az mi? Hát az a gyújtás. Az a kettő?
Az egyik a főáram, a másik meg a gyújtás. Értem. Várjál, most ezt én nagyon, erre nagyon kíváncsi vagyok. Lehet, hogy ezért nem volt egy darabig barátnám, mert igazán ezen találtam lukra. Segítséget kérnék, hogy szálljál be, azt nyomják egy padlógázt. Jó. De utána el ne engedd. Jó, jó. De kajak padló? Jó. Nem, fél padló. Hát milyen a padló? A padlót csináljon így a műszerfalon. Jó, jó, értem. Tehát teli. Oké. Okay. Nyomod? Nyomom. Ráadtam a gyújtást. De szerintem rajta van. Próbálnám meg beindítani. Csak a kurblit vedd ki. Mert? Utána nehéz lesz kivenni. Túl ki gyors. Kidobja magától. Ja, kiköpi? Kiki. Két hónap után végül is beindul, csak nem kurblival. Marci, te hozzad az UASZ kerékét, én meg hozom a filmeseket. Hát a filmes keréket már hoztad, az UASZ kerék meg itt van. Több kérdés nincs. Miben vagyunk hosszú? Na most rövidben vagyunk. Most rövid? Na így vagyunk, hosszú átuljában, ennyi egy váltás. Tehát ez most csak hosszú hátulja. Igen. És ez már most patikán hosszú hátulja, ilyenkor fogyaszt a legkevesebbet. Hogy vagyunk a váltóval? Tehát a... Az egy egyes, de a kinyomó csapágy az nincsen, tehát olyan sokáig ne tartsd benyomva a kuplungot, hanem engedd ki főként. Sokkal jobb a kormány szöge, mint az az 69-nek. Azért el kell, hogy mondjam. Ilyenkor gázol is visszaváltozt, nem muszáj kuplungon le. Ja. Lóri nem akarta elhinni, hogy az UASZ jó. Nem, én ugye nem vezettem eddig UASZ, csak a GASZ, és az is jó volt, de ez százszor jobban vezethető, a kormánya is amúgy könnyű, ahhoz képest, hogy ez egy traktormintás gumi. Hát a felszereltsége, amit itt láthatok, az ugye... Az kimerül egy kapaszkodó. Igen, van, de ez jó. Az egy kapaszkodó, itt ugye ez természetesen egy rakoncással tennek, igazából semmilyen nem működik, azon kívül tudunk vele haladni, amit még mindig nem hiszek el. Tehát két hónapja lát, tökre könnyen indult, és... Furcsa nekem, hogy tényleg sokkal jobban átlép amúgy ez akadályokon, nekem volt frontérem, fejérom, merre, egyenesen? Persze. És tényleg olyan, igazából olyan vizekbe megyünk vele, én nem vagyok egy nagy terepjárós, ez tény, más, ez kiröhögi. Hát ennek ez is vicc, teljesen. Nem gondoltam volna ez. Az a furcsa ebbe, hogy ez lépésbe megyek át, azt mondta Marci. Az Ujjanovszki autógyár 1941-ben kezdte meg a működését, az 1954-ben a Gorki autógyár által gyártott termékeket vette át, és ilyen volt mondjuk a GAZ 69, ami ugye ennek az elődjének is tekinthető, és először a dobozos UASZokat kezdték el gyártani, a 452-eseket, és utána ugye ezeket a 469-es parancsnoki UASZokat, mind a kettő rendszeresítve volt a Magyar Honvédségnél. A dobozosból ugye bőven volt mentő, híradós, utász, utána ezekből pedig ugye a sorkatonáknak lehetett ismerős, mert minden mást ilyen UASZokkal oldottak meg a parancsnokikkal, és elvileg még mai napig található a Magyar Honvédségnek a berkein belül, bár ezt én is csak olvastam, nem akarom annyira elhinni. Onnan lehet ismerős, hogyha néztük régen ugye az Angyalbőrbent vagy a Kisváros, nekem az Angyalbőrben az nagyon tetszik, azt 89-90-ben forgatták, még ugye a néphadsereg alatt, és 90-ben ugye újra kellett szinkronizálni, hogy ne a néphadseregnek a neve legyen már benne, amikor már ráálltottunk ugye a Magyar Honvédségre, és ott mondjuk az összes fegyverzetét lehetett látni a Magyar Honvédségnek egy pár részében benne, úgyhogy az egy nagyon jó korkép. Motorháztető gomba, jaj, valami bogár megfogta a kezem, a motorháztető gomba nyílik, ez 2445 köpcent is, ilyenben ugye az M21-es Volgában is,
még olajfilmes légszűrő van benne, és jelenleg ez 78 lóerő lenne talán. Ez ugye egy alulvezérelt, felülszelepelt motor. Ezt úgy tervezték, hogy minden körülmények között megállja a helyét, és mindenhol elmenjen, viszont ezért karbantartást igényel, amit néhány szerszámmal meg is lehet oldani, de cserébe állandóan kell. Viszont ebből adódóan, hogy meg lehet szerelni néhány szerszámmal, mindenki szerelte is őket, tehát ezek mára azért nem olyan túl megbízható járművek, viszont... Bogaras voltam, most mi csináljak? Kezd előről. Még mindig bogaras vagy, mondjuk. Néhány meghibásolás előfordul itt-ott, amit házi eszközökkel kell orvosolni. Például az AC pumpán itt a membránt egy bicikli belső képzi, de a célnak megfelel. A szovjet hadsereg, amikor kérte ugye az UAZ-nak a kifejlesztését, akkor ebben segítettek ejtőernyősök és desszantosok is, úgyhogy ezért van sok olyan kialakítás ezen az autón, ami a katonáknak tökéletesen megfelelhet. Szeretnék belőle dobozosat venni, mert az ugye a Barkasz helyét nálam tudnám pótolni, mert nem titkoltam, egy 452-es UAZ-ra szeretném majd lecserélni a Barkaszt. Azt jobban meg tudnám használni, mint lakóautó szempontból, mint pedig terepjárás szempontjából. Ahogy egy picit jobban hozzászokik az ember, meg ahhoz is, hogy ég az olajlámpa, amúgy elalszik. Tök jó, tényleg. Mondjuk az ajtó egy picit hiányzik. Ezeken a rakoncásokon azért nincsen ajtó, mert hogyha megállok két fa között, nem tudok egyszerűen kiszállni az autó. Balra, jobbra? Jobbra, mi? Hát ez egyenesen, amerre a nyom megy. Hát jó, erre is megy nyom. Hát jó, de itt az emberek kikerülik a sarat. Nekünk viszont terepjárat. Ja. És nyilatkozz egy dagonya átkelésről. Nagyon furcsa, hogy nagyjából azért kerép középig volt sár, igaz? Hát legalább, de amúgy az elejéig volt, tehát a videóban... egyáltalán, majd a videót megnézem, egyáltalán nem érezni, hogy hol az alja, vagy hogy pont ez az, hogy meddig mentünk bele sárba, hihetetlen. Tehát tényleg nagyon jó. És amúgy nekem azt tetszik ebben, hogy ez nem kicsi. Szerintem közúti forgalomban egyáltalán nem ajánlott, de tényleg terepre hihetetlen. Majd jönni fogunk direkt akkor összehasonlításképpen itt a Nivával, ha egyszer már alávára zsarom az új osztóművet, és ebben mondjuk nem merek majd belevenni. Most pedig akkor teszünk neki egy hosszú hátulját, teszünk neki egy egyet, és akkor kiengedjük a kuszumot, és hosszú hátuljába jövünk ki belőle. Az autót ezt úgy vásároltuk, hogy az egyik barátom mondta, hogy ő szeretne egy csettegőt, ami tanulja, hogy Trabant motoros, hogy összegyűjtse a fát, mert az egyik erdésszel beszélt, és adna neki lakossági gyűjtést. És mondta neki, hogy ez nagyon jó lenne, csak az a baj ezzel a dologgal, hogy nincs kellene szerelni, mert biztos, hogy a legnagyobb dagonyában állnak meg ezek a technológiák. Vegyünk egy UAZ-t. De akkor jelen pillanatban hát egy két kipi ára volt a zsebünkben, elvittük ezt az autót, amit hirdettek a marketplace-en. Szia! Ott lennénk körülbelül egy 3-4 óra múlva az UAZ-ért. Szerintem tényleg jöttök? Hát mondom, mi már úton vagyunk érte, nem sokára odaérünk. És mondta, hogy hú, hát ő még ezt elő sem vette, ez kint van még egy telephelyen, az erdő közepén. Odaértünk, azt mondja a barátom. De mi most komolyan, ezért jöttünk. Hát mondom, ezért. De az autót úgy próbáltuk ki, hogy sehogy, nagyon indító sem volt rajta, karburátor sem volt rajta, AC pumpa le volt törve, mert ők egy gázpalackot használták, ami a mi könyötünk helyén van, és hát én a gázban nem bízok, tehát édesanyám főz rajta, fűtünk vele, megy róla esetleg még egy boiler otthon, akárkinek, bárkinek, én még attól is élek. Tehát annyira nem örültem ennek, hogy szerelni kell azért, hogy dolgozhassunk valamivel. Aztán, amikor meghaltuk a hangját, ezzel a 30 centi kipufogó csővel, de több hiába lenne, új is leszakadna, tehát ha a bozót nem veszi le, akkor benne van a második sárba. Normális állapotú alig ha lehet vásárolni, vagy csillagászati ára, nem hogy gyárit, hanem után gyártottak. Úgyhogy örül neki, amíg van. És akkor szerinted a dobozos is így megy, mert én szeretnék egy dobozos UAZ-t majd.
Hát dobozos olajat sajnos nem szolgáltok, mert azt saját munkámhoz vásároltam, és azért, hogy ha esetleg a transzporterek, amikre mindig azt mondom, hogy soha nem megy tönkre a T4-2-t, hát ezért egy hónap alatt kettő sajnos megálltalaktam, úgyhogy mondanám azt, hogy az U az nem olyan, viszont ehhez viszonylag több alkatrészen van tartalékmotorral, és van egy bizonyos feelingje, amit szeretnék. Tehát 6 személyes, dobozos, igazából bárhová el lehet menni, ahová nem, oda vagy helikopter kell, vagy pedig egy GAZ 66, amire még gyűjtök. Most értünk vissza, megkértem Marcit, hogy most már nem két hónapja volt beindítva, hogy próbáljon már, mert kíváncsi vagyok nagyon. Nyomja már neki légy szíves egy kis gáz. Jó, megyek. A szivatot told vissza, a szivatóval próbáltuk, ne köpje be. Jó. Neppá! És beindult, hihetetlen. Kérlek, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. És az a hihetetlen, nem az, hogy ezt az autózást túléltük, hanem az, hogy szelszám nélkül. De miért amúgy kell? Általában nem, de hogyha baj van, akkor nem kicsi.